az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára adta át a több mint 536 millió forintos központi költségvetési és uniós támogatásból felújított mezőtúri iskolát. Az 1980-ban épített 16 tantermes főépület teljes víz- és csatornahálózatát kicserélték, csak úgy, mint a nyilászárókat. A fejlesztés következtében a tanulás megújult szintere a diákok számára vonzóbbá, a nevelő testület pedagógiai szakmai munkája motiváltabbá válik. Nő az intézmény nyitottsága, javul a szolgáltatás színvonala, biztosítva ezzel a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Bízom benne, hogy a korszerűsítés intézményünk eredményességét is majd pozitívan befolyásolja. Köszönet érte mindazoknak, akik segítségével mindez megvalósult, megvalósulhat. Külön köszönet az odafigyelő, gondos fenntartóknak, a kivitelezőknek. Itt köszönöm meg kollégáim munkáját is, akik egész nyáron át tartó tevékenységükkel biztosították a sikeres tanévkezdést. Új szigetelést kapott a tetőszerkezet. A beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára külön fejlesztő szobát alakítottak ki. Kialakítottak egy természettudományos szaktantermet, a nyelvi labort pedig új laptopokkal szerelték fel. Az előttünk levő 8 esztendőben, amikor privatizálták a nemzeti tankönyvkiadót is, 70%-kal nőtt a tankönyvcsomagoknak az ára. Ezt nyilván nem mindenki tudta olyan könnyen követni, ezért volt fontos, hogy a költségvetésben most már 13 milliárd forint szerepel, annak érdekében, hogy minden diák után Magyarországon ingyenesen járjon a tankönyvcsomag, minden szülő azzal számolhat, hogyha egy gyereke van, két gyereke van, három gyereke van, minden esetben ingyenesen kapja a tankönyveket. De ennek volt fontos része az iskolai étkeztetésben a kedvezményes és ingyenes étkeztetésnek a kiterjesztése is. Sokkal szélesebb az a kör, aki számára ezt bölcsödében, óvodában és az iskolában is biztosítjuk. Bölcsödében 10 gyerekből 8-9 már ingyenesen étkezik, és óvodában is, általános iskola alsóban, felsőben és középiskolában is jóval magasabb kereteket, jóval szélesebb jogosultsági kört állapítottunk meg, pontosan azért, hogy a gyereknek a teljesítményét az ne befolyásolja negatívan, hogyha otthonról, anyagi okokból vagy figyelmetlenség okokból, de nem úgy indítják el a gyereket, hogy kap otthon reggelit, vagy visz magával 10 órait, vagy van esetleg lehetősége, hogy önmaga megvegye magának a reggelit vagy a 10 órait útközben, vagy az iskolai büfében. Ez az otthonról hozott hátrány ne jelenthessen az iskolában hátrányt, ne jelentse azt, hogy valaki nem tud kellő mértékben koncentrálni. Ennek a keretét több mint 87 milliárd forintra emeltük, ami azt jelenti, hogy több mint 56 milliárd forinttal emeltük az iskola ingyenes és kedvezményes étkeztetésre szolgáló kereteket, valamint kiterjesztettük ezt az étkezést a kisebb évközi szünetekre is. Így elmondhatjuk, hogy nem fordult elő az elmúlt években az, hogy valakinek a kérelmét, valakinek a jogosultságát azért nem tudtuk volna teljesíteni, mert kimerültek a költségvetési keretek. Az elmúlt években senki, sem egy diák, sem egy iskola, sem egy önkormányzat nem kapott olyan választ, hogy a szociális étkeztetési kérését, anyagi támogatását a források kimerülése miatt nem tudja az állam biztosítani. Minden forrás biztosítottunk ahhoz, hogy mindenkinek megfelelő étkezés legyen az iskolában, és ez minél egészségesebb is legyen.